Folytatjuk a FM3 kafét, kafé másképpennel, és a vendégem a stúdióban Besenyei Péter, műrepülő világbajnok. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szervusz! Köszönöm, hogy eljöttél. Repüljünk vissza az időben? Repüljünk, Körment, akarod. 1956. Körment. Körmenden születtél. Valójában mi Szentgotthárdon laktunk, én csak Körmenden csak születtem, de 6 éves korra mi Szentgotthárdon laktunk. És hogy jön egy, azt 45 éve repülsz, hogy jött a repülés? Hát én mondtam, 6 évig laktunk Szentgotthárdon, majd 6 éves koromban a szüleim Budapestre költöztek a Budaörsi repülőtér mellé, Kamaraerdőbe. És én ott láttam először repülőgépeket, ezek a gépeket műrepültek, műrepülőgépek voltak, és engem megbabonázott, nekem ez olyan misztikus volt, és hogy gyerekfejjel ott ragadtam, és attól kezdve rettésarkából bámultam a gépeket mindig. És hát az első alkalommal 15 évesen el is kezdtem a kiképzést, a repülést, úgyhogy gyerekkori álom volt. Ott már eldőlt, hogy akkor ez lesz az életed, semmi más? Igazából nem volt nekem ez úgy kitalálva, hogy na most akkor én, tehát nem volt egy konkrét cél, csak repülni akartam, és ha meg már repültem, akkor már ezt mindig jobban akartam csinálni, és hát amikor még ilyen 10 éves voltam, akkor volt egyfajta olyan vágyam, hogy egyszer majd úgy repülhessek, hogy ne csak hobbiként, hanem ez legyen a munkám, a hivatásom. Azért cél volt. És de nem az volt a cél az, hogy ilyen nagy utast hállító gépeket vezess? Tehát, igazából nem. Amikor nekem volt lehetőségem annak idején Malévhoz menni, legelső alkalommal 90-es évek elején hívtak engem oda, akkor én már Budaörsön dolgoztam, én berepülőpilóta, oktató, meg volt mindenféle jogosításom ahhoz, hogy menjek a Malévhoz a több motoros gépekkel, az angol fornia, a műszerkiképzésre, tehát minden, több ezer repült óra. De én akkor azt mondtam, hogy nekem nem, ez nem tetszik, nekem a botkormány kell, én a kormány fogni akarom, nem kell kávészjúár, ez robotpilóta, hanem a botkormány, és műrepülni akarok. A háromdimenzióba akarok fickándozni, és a háromdimenzió tényleg kihasználva ott hömbölögni, és az egy teljesen más szabadság. Egy dolgot olvastam valahol, és az egy fantasztikus, lehet, hogy azért a momentumért érdemes volt ezt a pályát ebben a formában így választani. Sok ilyen momentum volt. Igen, de egyik momentum az, sok Peter, gondolom nagyon sok, sportteljesítmények, meg világbajnokság, meg itt a mindenféle veszélyes mutatványok. Meg. Nem veszélyes, de nem veszélyes. Nem veszélyes? Nem veszélyes, nem. Az hát amikor híd alatt repülsz a fejjel lefelé. Az a veszélyes, hogyha valami olyasmit csinálsz, amihez nem értesz. Nem megfelelő felkészültséggel, nem megfelelő eszközzel, nem megfelelő körülmények között, nem megfelelő alázattal, az veszélyes. Ha valami megfelelő eszközzel csinálsz, megfelelő gyakorlattal, hozzáállással és alázattal, akkor az nem veszélyes. Nem, tényleg. De a nagymamád, amikor 100 éves lett, akkor ő félt egyébként, nem szeretett repülni, de te elvitted őt? Nem egészen így volt ez. Én már vittem volna korábban repülni 96 évesen, igen, de a édesanyám még élt és mondta, hogy meg vagyok én őrülve, egy idős embert nem lehet elvinni repülni, ő egyszerűen nem engedte, pedig ő jött volna, a szeme csillogott és jött volna. És akkor 4 évvel később, amikor 100 éves volt, akkor kimentünk a Budaörsi repülőtérre azzal, hogy az én új gépemet megnézzük, akkor még Budaörsön voltam. Hát ő mondta, hogy nem jön ki, mert akkor elviszem repülni, mondtam, hogy dehogy viszem el repülni, csak a gépet nézzük meg. Így is tettünk, a gép neki tetszett, és mellette állt egy 4 személyes repülőgép, egy ilyen Cessna típusú repülőgép, és akkor mondtam neki, hogy hát legalább üljön be a repülőgépbe, és a földön gurulászunk, hogy mégis egy kicsit a repülőgépet érezze, nem szállunk föl. Ő mondta, hogy nem ül be, mert akkor felszállunk. Mondom, hogy megígérem, hogyha nem akarja, nem szállunk fel, csak tényleg legalább a földön üljön egy repülőgépbe. Beültünk a repülőgépbe, ült mellém, az édesanyámnak a nővére az akkor 82 éves nagyikámnak a 82 éves kislánya az mögénk ült, a húgom kisfia meg a másik oldalon mögénk, és elkezdtünk a repülőtéren csak gurulászni. Valóban csak gurulásztunk. És nagyikámnak ez nagyon tetszett. Láttam, hogy élvezi, csillog a szem, és mondta, hogy ez olyan kényelmes, mint egy autó, jó a rugózás, és milyen jó. És akkor mondtam neki, hogy nagyika, picikét több gázt adnánk, már föl is szállnánk, de szálljunk fel. És akkor rám vidett ilyen huncutúr, és azt mondta, hogy na jó, de nem menjünk magasra. Hát ő végig is kérte. Úgyhogy már a pillanatban szúrtam a gázt, szálltunk fel. Azt, hogy mögötte ül a 82 éves anyukámnak a nővére, és ő sem repült még sose. És őtől nem kezdtem meg, hogy akar repülni, nyugtam a gázt és mentünk.
repültünk egy kört, nagyikám rettentően élvezte, és amikor leszálltunk, akkor döbbentem rá, hogy úristen, mögöttünk a 82 éves kislánya. Néztem, hogy jól van, de minden rendben volt, ő is élvezte, úgyhogy... Nagyon fontos volt a nagymama neked? Igen, nagyon-nagyon helyes ember volt. Így a gyerekkoromban rengeteget voltam náluk nyaralni, nagyon sok emlék fűz hozzá, és tényleg egy nagyon kedves ember volt. A világ az utolsó 106. évében halt meg, gyakorlatilag egészséges szívvel, egészséges aggyal utolsó pillanatig, nem volt szenilis, jó humora volt neki, vágott az agya, kártyáztunk, nagyon aranyos volt. Úgyhogy még 100 évesen voltak állatai, önellátó volt, vidéken élt, önellátó volt, voltak állatai, ő ásta fel a kertjét, kútra járt vízért, tehát tényleg egy sportos volt. Hát a genetikailag volt kitől örökölnöd ezt a következetességet, ezt az önállóságot, ezt a lelki erőt, ami mindenképpen fontos a sportban. De a másik dolog a rászkevei stég. Mond valamit ezt neked? Ha arra gondolsz, hogy szeretek horgászni. Ja, hogy akkor értem. Hát igen, igen, jó. Hát ez, tehát akkor onnan megyünk, hogy én 4 éves korom óta horgászok. Ez egy régebbi hobbi, mint a repülés. És nem okvetlen a halfogást miatt, hanem maga a vízparton, a vízparton lévés. Egyedül is jó, maga nem mennek van ideje elmélkedni, de haveri körrel is jó, maga meg hülyeskedünk és megy a bózkodás. És valóban egy ilyen alkalommal, hanem is Rászkevén, de Rászkevei Dunág egyik stégén este 10 órakor sűrődés közben kértem be tündepárom kezét, 8 év után. 8 évig vártam ezzel. 8 évig? Igen, 8 évig. Ilyen romantikus lélek vagy nagyon? Tulajdonképpen igen. Szerintem igen. Akkor most mondod még titkokat akkor. Tehát amikor megkértem a kedét 8 év után, na, akkor onnan kezdem, hogy úgy volt, hogy ő azért szerette volna, hogyha lesz esküvő már az első pár évben. Én megmondtam, hogy nekem már volt 2 házasságom, én nekem ebből elég, úgyhogy nekem papír nem kell. Ha akarsz, legyél velem, de nekem papír az nem kell. Egy harmadik embernek a jóváhagyása nekem ehhez nem kell. És akkor előbb-utóbb ezt feladta, 6 év után feladta ezt a próbálkozást, látta, hogy ez hülye, ez nem lehet mit kezdeni. És én 8 év után, én mert tudtam, hogy neki ez fontos. De miért? Azért, mert neki fontos volt? Azért gondoltad meg igen, magad? Igen, vagy igen. Érezted nem, azt nem, a... Nem csak, én addig is éreztem ezt, hogy nekem ő fontos, de nekem a papír valóban nem volt fontos. De 8 év után úgy beláttam, hogy ha neki ez ennyire fontos, nekem meg teljesen mindegy, akkor miért ne tegyem meg neki ezt a fajta örömet? De lényeg az, hogy ott a stégen, ekkor, amikor ez megtörtént, akkor úgy kezdtem tőle, hogy te Tünde, ha esküvő lenne, akkor Las Vegasban kettesben, vagy itthon nagy haveri körben. Én döbbentem, ránézett, és rám nézett, és mondta, hogy itthon haveri körben. Így is történt aztán. Most, hogy ugye aktív sporttól visszavonultál, most mondjuk a versenyzéstől, így van, tehát repülni fogok, így van, tehát bemutatókat fogok repülni itthon is, külföldön is, mindeddig. Maga a Red Bull ér részben, mint versenyző, nem akarom tovább csinálni. Rengeteg szervezés, utazás, papírmunka, nem itthon lét, szállodáról szállodára. Ez már fárasztó volt nekem, a repülés része nem, tehát repülni imádok, a pályán menni, az egy fantasztikus dolog. De az, hogy el kell menni itthonról egyfolytában, itt hagyni az otthont, páromat, lányomat, kutyáimat, szóval ez már azért, ez nekem már sok volt. 40 év versenyzés után, azért mondj még egy olyan sportot, ahol nem junior, nem senior kategóriában, a felnőtt kategóriában 40 évet versenyzik valaki. Tehát ez már gombocból is sok. Nem mondom, hogy az ember kiég, de egyszerűen elég volt abból, hogy nem már, vagyok már, itthon. Már nincs az az élvezet. Motiváció is már kevesebb, már nem akarok bizonygatni annyira, mint 20 évesen, nem akarom megmutatni annyira, mint 20-30 évvel. Egyszerűen motiváció is nyilván csökken, meg az, hogy az embernek otthonhagyni az otthonát, elhagyni és elmenni a világ másik végére egy-két hétre szállodába, ez már igazából nekem nem. De Péter, én kívánom neked, hogy ez a picit megváltozott életedben ugyanúgy legyenek azok az események, amelyek által úgyhogy teljes az életed. Rengeteg a hobbim. Rengeteg a hobbim van, hogy nem érek a végére, úgyhogy unatkozni nem fogok, az biztos. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.